Igazi kánikulai szép nap volt idén május 1-e, s ha már a városban nem is rendeztek majálist, stábunk a Párkányi Múzeum rendhagyó kiállítására látogatott el, ahol az átkos szocializmus tömény romantikája terjengett. Mozgalmi elvtársi indulók szóltak, felelevenedtek a 60-as, 70-es évek, mi pedig az egykori KGST autóiparának ikonikus darabjaival ismerkedhettünk meg. Peter Sklenár tárlatvezető külön-külön is bemutatta nekünk az egykori pártfunkcik által oly kedvelt Tatra 603-ast, a csak szappandoboznak becézett Trabantot, amelyen annó minden falusi kispap is furikázott, a keletnémetek másik legendás autóját, a Wartburgot, és az egykor szintén státuszszimbólumnak számító Zsigulit is. S akkor még Ceausescu iparának büszkeségéről, a Dacia-ról nem is beszéltünk. Magában a Tatra, Kopcsűnyi Tatra cég egy komoly híres cég volt, elég világon lehet mondani. Hát magában a motorja, ami léghűtéses V8-as, amin picikét az amerikaiaknak is megállt a ész. Hát van benne egy ilyen állófűtés, extra felszereltség nem volt benne, minisztéri kocsi volt, de magában erős teljesítménnyel, még magában kinézettel, ami picikét előrehajlott a karosszéria formázásba is. Azt kell tudni róla, hogy a Tatra 603-as 1955-ben kezdődött, és 20 évvel később, 75-ben fejezték be az utolsó típust. Itt is látható a 72-es kiadású. Első 55-ös kiadás még 3 lámpás volt, utána volt a szűk 4 lámpás, mivel hogy páros számú muszáj volt, hogy legyen a fényszórók. Ezt mind a cseh ipar fejlesztette ki. Csak viszont azt kell tudni, hogy Csehországban sok karosszéria gyártó volt, akik amerikának gyártottak karosszériákat. Ledvinka, Szodomka, ugye Studebakerektől kezdve rengeteg, főleg áramvonalas karosszériákat gyártottak a cseh ipar. Hát sajnos. Tehát magyarán, hogy jöttem, exportra gyártották a karosszériát amerikának. Exportra is persze gyártották, még sok tervező volt Csehországban. A Trabant szintén legendás autónak számít, s ma már egyre értékesebbek a régi, becses, eredeti darabok. Hát kezdődött a 500-as, 600-as, ez a 601-es típusú Trabant, két ütemű 600 köbcentis motorral, lehet mondani, hogy a műanyag karosszéria, vaselemek, amik tartsák az egész szerkezetet. Hát akkoriban lehet mondani, hogy mondhatták, hogy úgyis, hogy kényelmes is volt, még kicsi is volt, de ahova kellett, mindenhol eljutott. Természetesen a szocialista autóipar sem létezhetett koppintások nélkül, ez a Zsigulira és a Dacia-ra is vonatkozik. Románia a Renault 12-esből vették át, ugye ez már egy 1300 köbcentis négyhengeres motor volt, akkoriban ez körülbelül vetekedett a Zsigulival, a orosz Zsigulival. Valamivel jobb kivitelű volt és kényelmesebb kocsi volt, mint a volt csehszlovák Skoda gyártók, akik gyártották. De lehet mondani, hát most már elég keveset látni a Dacia-kból is az utakon. A kiállításon az egykori Csehszlovákia motorbicikljeiről és robogóiról is szó esett, mi még emlékszünk apáink, nagyapáink pingyúrjaira és motorkáira. Ez egy Tatran 125-ös. Volt ezelőtt a Csizeta 175 köbcenti, ugye ez csak 125 köbcenti. Ugyanúgy aztán később jöttek a Babitára, a piacra a kis köbcentis, 50 köbcentis. Amire nem kellett rendszám se, hajtási kellett persze. Peter Sklenár szerint a szocializmusban Csehszlovákia egyértelműen autó- és motorkerékpárgyártó nagyhatalomnak számított. Hát biztos, hogy a motorkagyártó helyek voltak a Československá Zbrojovka, ugye a Csizeta, magyarul, igen. Brünn is voltak különböző ágazatok, különböző cégek, akik bedolgoztak a Zbrojovkának. Utána volt a Java cég. A autók közül persze hát rengeteg volt, ha megemlítsük a Skodát, a Tatrát, Praga, Aero, Walter, és rengeteg kisebb cég volt. Ugye magában a Walter cég, aki gyártott repülőgépeket, autókat is gyártott, alkalmazottak részére. Ugyanúgy a Zbrojovka, aki gyártotta a Csizetákot, a motorbiciket, szintén gyártott autókat is. A Z6-os, Z8-as, és különböző nagyobb méretű. Úgy, mint a Aero is gyártott különböző repülőgépeket is, még autókat is. A május 1-i retro autókiállítás stábunk körében is nagy tetszést aratott, mert bár még véletlenül sem sírjuk vissza a kádári huszáki időket, ezek a kocsik a múltunk, a gyerekkorunk és a fiatalságunk részét képezik.
egy adott kor jellegzetes darabjai, az akkori műszaki tudás és teljesítmény bizonyítékai, természetesen a szocialista népautók szintjén.